Hamarosan akár hosszabb időre is beköszönthet a kánikula. A 35-40 fokos hűséget az emberek többsége nagyon nehezen viseli. Valaki a vízparton hűsöl ilyenkor, azonban sok ember kénytelen elviselni a forróságot, vagy klímát szereltet be, amivel jelentősen csökkentheti a lakásban a hőmérsékletet. A magyarok 67%-ának nincs otthon klímája, legnagyobb arányban ventilátorral hűtenek a nyári melegben. Akik mégis vásárolnak, azok egyértelműen az ár és az energiafogyasztás alapján hozzák meg a döntésüket. Arra voltunk kíváncsiak, ki milyen gyakran használja a klímáját a nyári időszakban. Szoktuk használni, ilyenkor tavasszal mindig elhívom a szakit, aki felszerelte, kitisztítja. Tehát fontos az ugye, hogy olyan bacillusok, mikrobák teremhetnek meg ott a belsejébe, ami egészségkárosító lehet, tehát hogy ki legyen takarítva, azt elvégzi. És akkor utána, mivel, hogy mondtam, déli fekvésű az otthon, így szabályozzuk a klímával a hőfokot. Hát azt mondom, hogy ha kint 30 fok felett van folyamatosan, akkor úgy szoktuk bent, hogy ez a 22-24 fokra visszahűtjük. Valakinek lehet, hogy ez kicsit sok lenne, de én szeretem a jó hűvöst. Úgyhogy folyamatosan használjuk, azt tudom elmondani. Egy másik férfi elmondta, nekik is van otthon klíma. Ha beindul a kánikula, ők is mindig egy szakemberrel tisztítatják ki a szűrőket. Hozzátette, nagyon megéri felszereltetni a klímát, hiszen anélkül nagyon nehezen elviselhetőek a nyári forró napok. Körülbelül 2 éve van nekünk is, nem régóta. Én úgy gondolom, hogy ez az átlagos 3,5 kW teljesítmény, ami egy átlagos családi házba, amit felszokás ugye szereltetni, ilyen 300.000 forint környékén mozog ez a darab áron. Ez a 23 fokon szinten tartás, ami ideális, hidegebbre nem kell. A ház le van szigetelve, mind homlokzat, mind nyilázzáró, viszonylag újak, ezáltal kis ráfordítással lesz tartható ez a 23 fok. Egy hölgy riporterünknek elmondta, 5 éve szereltették fel a klímát, de nem bánták meg. A villanyszámlájuk sem növekedik jelentősen a nyári időszakban. Nálunk kisgyermekek vannak, így, ha lehűl a lakás, az egy óra hossza alatt lehűti, egy 110 négyzetméteres lakásunk van. Lehűtés utána így 2-3-szor használjuk így egy nap igazából. Ha lehűl, akkor ugye mi kikapcsoljuk, a gyerekek miatt nem merjük annyira. Egyre több háztartásban használnak klímát, hogy a nagy melegben is tudjanak aludni a kellemes hőmérsékletben.